Minden embernek, aki félelemben él és másokat hibáztat azért, mert manipulálják, csak azt a tanácsot adhatom, hogy a sopánkodás helyett vegyék végre kezükbe saját életük, így pénzügyeik irányítását is. Ha eljátszunk a gondolattal, hogy az emberiség egy része pénzügyi szempontból tisztánlátóvá válna, bár ez a veszély egyelőre nem fenyeget, minden esetre ők ma óriási hatalomra tehetnének szert. Szerintem ez az emberi természetből következő reakció egészen természetes. Sokan élnének a lehetőséggel. Öntudatra kellene ébrednünk pénzügyi téren is. As quickly as possible, how to gracefully let go of that old system. A lehető legrövidebb időn belül kellene magunk mögött hagyni a régi sémákat, mégpedig úgy, hogy az új erős gyökereket tudjon ereszteni a jól megdolgozott régi talajba. Akkor elérhetjük, hogy az új nagyon hamar életképes legyen, ha nem ragadunk bele régi merev gondolkodásunk csapdáiba, talán kevesebb szenvedést kell átélnie a közeljövő nemzedékeinek. A régi szokások cipelése, az elvesztéstől való félelem okozhatja a legnagyobb fájdalmat önmagunknak. I believe one of the worst things in a way would be, although I fully understand that many people individually have been. A gazdasági válság következményei nagyon sok embert sújtottak eddig is, és a jelenben is ezzel szembesülünk nap mint nap. Mégis azt mondom, nem történhet velünk rosszabb, mint ha úgy akarjuk megoldani a gondokat, hogy mindent a régi módon csinálunk tovább, azaz, hogy megpróbáljuk megnyomni az újraindító gombot. Mert amit a múltban elfogadott normaként kezeltünk, az ma már tökéletesen ellenkezik azzal a képpel, ahogy a jövőnket elképzeljük. Rudolf Steiner tanítása szerint a társadalom az élő szervezethez hasonlóan három tagból áll, a gazdasági, a jogi vagy politikai, illetve a kulturális vagy más néven szellemi, spirituális szervekből. Ezek, miközben szerves egységet kell alkossanak, mégis külön-külön irányítás alatt állnak, saját jellegzetes ideáik szerint működve. A gazdasági terület egészséges ideája az önzetlenség. Igaz, hogy Steiner az apasság vagy a testvériség szavakkal jellemzi ezt a szférát, de a magam részéről nem szeretném kizárni innen a népesség több mint 50%-át, ezért szívesebben alkalmazom az önzetlenség kifejezést. E területet ideális esetben az jellemzi, hogy én úgy cselekszem, hogy mások és a közösség szükségletei teljesüljenek, és ebből következően a sajátjaim is megvalósulnak. Ez homlokegyenest más irányultságot feltételez, mint Adam Smith láthatatlan kézelmélete. Teljes lényemmel bízom abban, hogy a közösség igényeinek elsődlegességét szolgálva saját magam is fennmaradok. Ezt én természetes összefüggésként fogom fel. Ha ügyvezetőként tényleg legjobb tudásommal végzem a feladataimat, a végén a saját szükségleteim is kielégülnek. Ami a munkához való viszonyomat illeti, én megtiszteltetésnek érzem, hogy a közösségem szolgálatában állhatok. A kulturális, tehát szellemi élet legfontosabb jellemzője a szabadság kellene legyen. Az oktatás, az egészségügy ideális esetben nem állhatna állami felügyelet alatt. Mindenféle iskola, kórház és egyéb alternatív intézmény párhuzamos működése a kívánatos, tehát nem csak Waldorf iskolák, hanem sok-sok más is. Katolikus, buddhista szellemiségű intézmények, és sorolhatnám. Igazából nem csak a spirituális, hanem bármilyen más tevékenység is kreativitást feltételez az egyén részéről. Az építész, az ügyvéd, a tanár, a művész munkája minden esetben a csak rá jellemzőtől lesz egyedi, tehát nem a vásárlói igények kielégítése a legfontosabb szempont. Steiner ezért hangsúlyozta, hogy a szellemi tevékenységet nem lehet fentről irányítani, illetve csak támogatni szabad, hogy az egyénnek minél több szabad szellemi inspirációban legyen része. Ez aztán termékenyítőleg hat a társadalom egészére is. A politikai jogi szféra ideája az egyenlőség. Kivétel nélkül minden embert megilletnek az alapvető emberi jogok. You see, in the case of the United States, we have the highest per capita
A lakosság létszámához képest az Egyesült Államokban van a legtöbb elítélt. Ugyanez igaz a fiatalkorú bűnözés, a drogfogyasztás és az elhízottak számát tekintve is. A társadalom patológikus állapotának okait szemügyre véve megállapíthatjuk, hogy az emberek többsége nem szellemi képességeit kielégítő munkát kénytelen végezni. A másik betegítő tényező a jövedelmi viszonyok ellentmondásos állapota. A média mást sem tesz, mint a jólét mesterségesen eltúlzott képein keresztül hamis vágyakat ébreszt, amivel a társadalom nagyobb része csak frusztráció árán tud szembesülni. Mert az emberek nagy részének a mindennapi megélhetés, a törlesztő részletek befizetései, az orvosi ellátás borsos költségei is gondot jelentenek. Ezt támasztják alá a philadelphiai Pew Center, a gazdasági válság kapcsán végzett kutatási eredményei is. A lakosság csaknem 70%-a küzd ezekkel a problémákkal. Felfoghatatlan, hogy lassan 4 milliárd ember nyomorog a földön, és az amerikai társadalom nagy része is szinte napról napra tengődik, és mi munkanélküliséget emlegetünk. Korlátlan piaci lehetőségek ezek, ha képesek lennénk a gazdaságot a valós szükségletek szerint működtetni. Ha tényleg ez lenne az elsődleges cél, meg is tudnánk valósítani. Az elsődleges dolgunk mindenképpen saját közösségeinkben és szülőföldünkön van. Minden körülmény ezt sugallja. Össze kell kapcsolódnunk, segítenünk, tanítanunk kell egymást. A tudatlanság lehúzza a kezdeményező erőt. Az emberek még sok mindent nem látnak, ezért teszünk meg mindent a Bioneers keretein belül annak érdekében, hogy ez megváltozzon. Minél többen ismerjék fel, hogy van megoldás. Ha már ismerjük az alapproblémákat, feltehetjük a következő lépésre vonatkozó kérdést, a mit és a hogyant, csak a sorrendre kell ügyelni. A készletek kiapadásához, a klímaváltozáshoz kapcsolódó egyéni félelmeinken úrrá kéne lennünk, és nem felhalmozni, csak magunkra gondolva. Sokkal fontosabb, hogy alaposan gondoljuk át, milyen kreatív megoldásokkal tudunk változásokat elérni, együtt, és egyúttal felelősséget vállalni egymásért. Egyéni döntés kérdése, ki melyik utat választja, a megszokott értékeket, vagy az ismeretlen újat. Erőszakkal senkit nem lehet, és nem is kell a saját maga választotta útról eltéríteni. Csak magunkat tudjuk megváltoztatni. Ezért csak egyet tehetünk, tetteinken keresztül mutatunk példát. Igazából ez a legfontosabb feladat a mindenkinek, aki kulturális, kreatívnak vagy valami hasonlónak tartja magát. Nincsenek kész válaszok arra, hogy pontosan mit kell tennünk. Ez természetellenes lenne. A gondolkodásodat változtasd meg, a látószögedet állítsd át. Újra kell építenünk, amit az utóbbi évtizedek őrült iramában elveszítettünk. Az emberekkel és az egész élővilággal való kapcsolatunkat, a közösségi lét új formáit. Ma egy nagyvárosban emberek milliói élnek kis területen összezárva, és anélkül, hogy tudnának róla, függőségi viszonyba kerülnek ezzel a sűrű társadalmi közeggel, még a tőlük fizikailag viszonylag távolabb élő emberekkel is. Baráti társaságokban kellene életünk igazi kérdéseiről beszélgetni. Nem biztos, hogy válaszok is születnek ilyenkor, de valami már elkezdődhet. A legkisebb közösségek is nagyon fontos inspirációt jelenthetnek, ha letisztulhatnak a bennük résztvevő egyének céljai, gondolatai. Nem várhatunk tovább felülről érkező engedélyekre és utasításokra. A tettek ideje elérkezett, mernünk kell kezdeményezni, feladatokat véghez vinni, és ez hozzásegít majd a felismeréshez, hogy külső szakemberek nélkül is képesek vagyunk megtalálni az aktuális megoldásokat. Nincs szükségünk a tudálékos utasításokra. Tulajdonképpen mi is akadályoz a cselekvésben? Sajnos sokszor hallom, ehhez én kevés vagyok, meg pénzem sincs, hogy elkezdjem. Ezt a választ én nem tudom elfogadni. Itt van példának a Triodos Bank, melyet alig néhányan alapítottak, minimális tőkével. 30 év után megnézhetjük, hogy mivé nőtték ki magukat.
közösségek ezrei és ezrei dolgoznak, alkotnak, és ha képesek vagyunk ezt meglátni, felismerni, akkor reménnyel eltelve nézhetünk a jövőnk elé. A kulturális kreatívok idejét éljük. Nincs más hátra, mint belevágni a feladatok sűrűjébe. Azt is látom, hogy a magukat kulturális kreatívoknak tartó emberek közül sokan még nem így érzik. Se baj, hiszen itt van maga az ideja és azok, akik ennek jegyében már tényleg elszánták magukat, hogy a cél érdekében tegyenek valamit. Történelmi, sorsfordító időket élünk, amikor valami tényleg megváltozhat, méghozzá általunk, közös munkánk nyomán. És ez már maga a változás, amiről az emberek 20 év múlva majd legendaként emlékeznek, dalokat költenek, és emléktáblákon tüntetik fel majd a nevünket. Gondolj magadra egy nagyobb egység részeként, mely tulajdonképpen egy mély spirituális tapasztalás is egyben. Napjainkban a tudományok is alátámasztják, hogy hajszál vékony szállal, ám igencsak hatékonyan, valójában mindnyájan összeköttetésben állunk egymással. Amennyiben egy nagyobb család, közösség részeként gondolsz magadra, akkor másként fogsz cselekedni. Többé nem fogsz mások kárára a saját érdekeidet szem előtt tartva döntéseket hozni. Olyan módon működsz majd, melyből mások is tudnak meríteni. Teremtsd meg az alapokat egy közös világ jó téteményének reményében. Szerintem az emberiség ismert történetének ez az egyik legnagyobb kihívásokat rejtő korszaka. Ráadásul nem csak a kiválasztottaké a lehetőség, hanem mindannyiunké. Kivétel nélkül mindenki felismerheti a változásra felszólító jeleket, sőt, morális kényszerek kellene legyen valamennyiünknek, hogy éljen is ezzel a lehetőséggel. Ez csodálatos.